Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják. Tamis Ákos vagyok, főbb témáink néhány mondatban. 100 új munkahelyet hoznak Komlóra, elkezdődött az acélipari cég építkezése. 60 ezer pár kesztyű, 10 ezer maszk, védőfelszerelések érkeztek Pécsre. Ismét látogatható a pécsi Mancs Ranch, új állatokkal is találkozhatnak az érdeklődők. A csapatsportágak közül utolsóként a Vízilabda Szövetség döntött, lezárták a bajnokságot. 100 új munkahelyet hoz Komlóra az a magyar családi cég, amelyik csütörtökön kezdett üzemépítésbe a Baranyai városban. Az önkormányzat kedvezményes telekvásárlással segíti a 3 milliárdos beruházás megvalósítását. Komlón a munkanélküliségi ráta a hazai átlag fölött van, ezért kell a polgármester szerint minden kedvezményt megadni a betelepülő vállalkozásoknak. Ez adnak a Baranyai családi cégnek a honlapja, amelyik most kezd üzemépítésbe Komlón. Ezek a beruházás látványtervei, amit csütörtökön mutattak be a helyszínen. Bádogosipari termékeket fogunk gyártani, nagy szériás termékeket, illetve gépalkatrészeket különböző atomerőművek, illetve olyan olajipari cégeknek, ahol nagyon oda kell figyelni hozzáadott értéknek a minőségi szintjére. Illetve ezen kívül szeretnénk egy kutatásfejlesztési intézetet is létrehozni, ahol a térségben lévő erőkből olyan termékeket alkotni meg, illetve olyan termékeket gyártani, ami akár egy ilyen válságos időszakban is ugye jövőképet biztosít. A 3 milliárdos beruházás jövő év végére készül el. A komlói önkormányzat telket adott az üzem megépítéséhez, és vállalta, hogy kiépíti a közműveket, az utat a területen. Cserébe munkalehetőséget biztosít a betelepülő acélipari cég a térségben élőknek. 100 munkahelyet fog teremteni. Az önkormányzat egyik legfontosabb feladata, hogy a munkahelyteremtés segítse. A vállalkozó tud munkahelyet teremteni. Ennek érdekében az önkormányzat ezt a telket teljes infrastruktúrális ellátottság biztosításával 125 forint per négyzetméterért értékesítette, mondhatjuk tényleg egy jelképes összegért. Komlón a munkanélküliségi ráta az országos átlag felett van. Ezért fontos a polgármester szerint, hogy segítsenek minden olyan vállalkozásnak, amelyik munkahelyeket hoz a Baranyai városba. Mikro, kis és középvállalkozások technológiai megújulásához kapcsolódó fejlesztéseket támogató két pályázati felhívás jelent meg több mint 50 milliárd forint keretösszeggel, jelentette be Rákosi Balázs a pénzügyminisztérium Európai Uniós források felhasználásáért felelős államtitkára csütörtökön. Május 29-től adhatják be a vállalkozások a támogatási kérelmeket. A felhívások célja a koronavírus járvány gazdasági hatásainak enyhítése érdekében a hazai vállalkozások munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartását ösztönző fejlesztések megvalósítása, feltételesen visszatérítendő támogatás felhasználásával. Az eddig kiválóan teljesítő orvosok és ápolók munkájának sikerességéhez elengedhetetlen, hogy a speciális eszközök és a védő felszerelések folyamatosan rendelkezésre álljanak. A dél-dunántúli koronavírus szűrés és ellátás szempontjából a klinikai központ kiemelt helyszín. Az eszközellátottságot az operatív törzs hetente biztosította, felhalmozási készletet azonban eddig nem tudtak rendelkezésre bocsátani. Csütörtökön azonban 60 ezer pár kesztyű, 10 ezer maszk, 2500 overall és 100 arcplexi érkezett Pécsre, hogy ne csak a mindennapokban használatos eszközök, hanem a raktározási készlet is rendelkezésre álljon. Nagyon örülök ennek, mert az operatív törzs irányába is, illetve a belügyminisztérium és az emberi erőforrás minisztérium számára is több kérvényt juttattunk el, részben rektor úrral, részben pedig a klinikai központ elnökével, hogy szükség lenne a Pécsi Tudományegyetem számára, a klinikai központ számára nagyobb mennyiségű eszközre, és meghallgatásra talált a kormánynál a kérésünk, és most a mai napon ez az óriási szállítmány megérkezik, tehát tulajdonképpen így nem csak egy hétre, hanem hónapokra előre is biztonságos mennyiségű eszköz áll rendelkezésre a Pécsi Klinikai Központban.
Az országos koronavírus tesztelés szombaton befejeződik, tájékoztatta a Semmelweis Egyetem csütörtökön az MT-t. A közlemény szerint még mintegy 1200 ember részvételére van szükségük a hazai orvosképző egyetemeknek ahhoz, hogy országosan és regionálisan is reprezentatív legyen a koronavírus tesztelés eredménye. Ezért a szűrés határidejét szombat 19 órára módosították. Ahhoz, hogy a felmérés valós képet mutasson, összesen 10.511.200 ember részvételére van szükség. A szűrés végző egyetemek kedden közös konferencián jelentették be, hogy a KSH által kiválasztott 17.787 ember mintegy fele vett részt hétfőig a tesztelésen. Ismét nyitva áll az érdeklődők előtt a Mancs Ranch. A Pécs határában működő mini állatkert két új lakóval is gazdagodott. Mint azt a tulajdonos Fejes Rózsa elmondta, előzetes időpont egyeztetés után bárki ellátogathat hozzájuk, de egy nap maximum három kisebb csoportot vagy családot fogadnak. Ismét látogatható a Mancs Ranch. A Pécs külterületén működő mini állatkert újra megnyitotta kapuit, miután a koronavírus miatt elrendelt intézkedéseken enyhítettek. Mint azt a tulajdonos elmondta, egyszerre maximum 4 fős társaságok, illetve családok jelentkezhetnek be. Fejes Rózsa hozzátette, mindenképp szükséges előzetes időpont egyeztetés, hiszen a különböző látogatások alkalmával másként alakítják a programot. Ettől függetlenül szülinapi zsúrokra szoktak jönni, ugye az már egy nagyobb létszám, akkor egy picit más a dolognak a lényege, illetve a látogatásoknak a lényege. De hát nem a koronavírusra való tekintettel, hanem úgy egyébként is nálunk maximum egy nap 3 csapat jöhet látogatóba, hogy az állatokat ne terheljék túl, és ugye ezt most is tartjuk így a koronavírus idején is. Továbbra is láthatók alpakák, minilovak, kutyák, kecskék és még számos állatfaj, amiket meg is lehet simogatni, ölbevenni. Emellett újdonsággal is készültek, hiszen nemrég bővült a 4 lábúak köre a Mancs Ranchen. Természetesen megint van 2 új állatunk. Ahogy látjátok, itt van Pepita, ő egy váliszi fekete orú kis ürű, illetve van egy kanadai ezüstróka és európai vörösróka bébink. Alia nagyon-nagyon aranyos, mert ő is abszolút beilleszkedett a csapatba, mint ahogy látjátok, Pepike is már. Az új jövevények kameráink előtt is megmutatták, milyen magabiztosak a többi állat körében. Az apró rókakölyök például a legnagyobb kutyával játszik együtt, Pepita pedig többnyire az alpakákkal múlatja az időt. Az érdeklődők tehát már személyesen is találkozhatnak a mini állatkert régi és új lakóival. A Virágos Magyarországot verseny 27 éves fennállása alatt még egyszer sem maradt el, így idén a pandémiás helyzethez alkalmazkodva is megrendezik, csak egy különleges formában. 2020-ban az önkormányzatok helyett az egyéni erőfeszítéseket ismerik el a szervezők, így kaphat díjat a legszebb balkonkert, a legvirágosabb előkert tulajdonosa. A Magyar Turisztikai Ügynökség május 15-e és július 1-e között várja azokat az erkélyekről és kertekről készült fotókat, melyek megmutatják, hogy milyen dísznövények, egynyári és évelő virágok, fűszernövények szépítik a balkonokat, erkélyeket, kerteket. Május 20-áig kell a személyi jövedelemadó bevallásokat benyújtani a NAV-hoz. A határidő közeledtével a Baranya megyei tapasztalatokról beszél stúdiumban az adóhatóság sajtóreferense. Barlai Krisztina kiemelte azokat a pontokat, amik sokszor félreértéseket adnak a bevallás benyújtásakor. Ilyen például a családi kedvezmény igénybevétele, amit nem minden adózó értelmez az előírásoknak megfelelően. Sok esetben előfordul az, hogy ugyanazt a kedvezményt többen veszik igénybe családon belül is, és előfordulhat, hogy ennek visszafizetési kötelezettség lesz a vége. Ugye a családi kedvezménynek az érvényesítése kapcsolódik a családi pótlék jogosultsághoz, tehát oda kell arra figyelni, hogy ki jogosult családi pótlékra, akik azok, akik ezzel kapcsolatban igénybe vehetik a családi kedvezményt, illetve hát a családi kedvezmény igénybe vehető úgy is, hogy egy valaki veszi igénybe, meg lehet osztani. Mint arról korábban beszámoltunk, ismét kirabolták Pécset a Komlói úti pénzintézetet. A gyanúsított férfi szájmaszkkal az arcán ment be a bankba, majd közölte, hogy fegyver van nála és pénzt követelt. Az esetről biztonsági kamera is készített felvételt, amin látható az elkövető arca. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság rablásbüntette miatt folytat nyomozást. Arra kéri a lakosságot, hogy amennyiben valaki felismeri a szemét, illetve a tartózkodási helyéről vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, azt jelezze a rendőrségen. Mint ismert, már második hónapja összefogtak a pécsi kulturális intézmények, hogy online kulturális tartalommal lássák el közönségüket a koronavírus okozta veszélyhelyzet idején.
Már április óta zajlik sikeresen a Pécsi Kulturális Csatornán az előadások, produkciók online módon való bemutatása. A Pécsi Nemzeti Színház, a Pannon Filharmonikusok, a Bóbi Tabáb Színház és a Pécsi Harmadik Színház tartalmi kommunikációs együttműködést folytat folyamatosan a krízis alatt. A Pécsi Harmadik Színház is lehetőséget biztosít közönségének nem csak online produkciók terén, hanem a bérletek előre megvásárolt jegyek tekintetében is, melyeket ősszel, illetve december 31-ig lehet kihasználni. Előadásaik folyamatosan láthatók a népszerű videó megosztón. Egy komoly előadás garnitúrát jelöltünk meg. A gyakorlati megvalósítása ennek az, hogy hetente egy előadás kerül a részünkről közvetítésre. December 31-ig teljesíteni fogjuk a két elmaradt bérlet előadást, illetve a március hónapra megváltott jegyekre azok, akik jegyet váltottak, előnyt élveznek meg az őszi műsorrend kialakításakor. Udvardi György apostoli kormányzó rendelkezése értelmében az egészségügyi szabályok betartása mellett május 10-e óta tarthatók nyilvános szentmisék. Pécsett a kertvárosi Szent Erzsébet templomban maximálisan alkalmazkodnak a megváltozott helyzethez, csak minden második padsorban foglalhatnak helyet a hívek, és ott is csak hárman ülhetnek. A pótszékek közül pedig minden harmadikat lehet használni. Az áldozáson megszokottól eltérően nem középen, hanem a padsorok mellett a templom két oldalán zajlik. A padlóra ragasztott csíkok jelzik a betartandó távolságot. A templomban szájmaszkban és kesztyűben lehet tartózkodni, illetve a szentelt víztartó mellett elhelyezett kézfertőtlenítőt is használni kell. Hivatalosan is véget értek a vízilabda bajnokságok hazánkban. Az Országos Szövetség március 11-én döntött erről, ami azt jelenti, hogy nincs végeredmény, se bajnok, valamint kieső sincs. Pécsett azonban nem állt meg a munka, hiszen meg kell találni Lukács Gergely leköszönő vezetőedző utódját. A felnőtteknek július 1-én kell jelentkezniük, és akkor a tervek szerint meg is kezdődik a felkészülés. Nincsenek könnyű helyzetben a vízilabdázók. A csapatsportágak közül utolsóként május 11-én a Vízilabda Szövetség döntött, és lezárt minden bajnokságot. Arról, hogy az európai kupákban mely csapatok indulhatnak majd, elnökségi határozatot hoznak valamikor ősszel. Szomorú hírek is érkeztek. Szombathelyen bejelentették, hogy sajnos jövőre nem tudják vállalni az első osztályú szereplést, illetve Egerből is a hétközben olyan hírek érkeztek, hogy gyakorlatilag csődbe ment az egri csapat. Most ott próbálnak valamilyen megoldást találni. Senki nincs könnyű helyzetben, ugye több mint két hónapja állnak már az edzések, az úszodák zárva vannak. Jelen pillanatban edzeni már lehetne, tehát arra már engedélyt kaptunk. Pécsett a felnőtt csapat még nem edz, de a vezetőségnek sok munkája van, hiszen a játékosokkal és a leendő új vezetőedzővel, azaz Lukács Gergely utódjával is egyeztetnek. A játékosok közül ketten biztosan távoznak, a többiek pedig azt jelezték, hogy a kényszerszünet után is itt szeretnék folytatni pályafutásukat. A cél, hogy a csapat gerince megmaradjon. Már túl vagyunk egy személyes tárgyaláson a leendő, reményeink szerinti leendő vezetőedzővel, illetve szponzorokkal is tárgyaltunk, és bízom benne, hogy jövő hét elején a vezetőedzőt is be tudjuk jelenteni majd a közönségnek, illetve már a csapat gerincét is bejelenthetjük majd, kik azok a játékosok, akikkel megállapodtunk. A felnőtteknek július 1-én kell jelentkezniük, és akkor a tervek szerint meg is kezdik a felkészülést. Jelenlegi állás szerint augusztusban lesznek majd magyar kupa mérkőzések, de a részleteket még nem ismerik a csapatok. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Még az 50%-ot sem éri el Somogy megyében a részvételi arány az ingyenes COVID-19 szűrővizsgálatokon. A május 1-én indult reprezentatív felmérés célja, hogy pontos képet kapjanak a szakemberek a fertőzésen már átesett, vagy az éppen még tünetmentes, de fertőző lakosságról. A vizsgálat csak néhány percig tart és fájdalommentes. Az egyik mintavételezés a Siófoki kórházban. Száj és orgaratból vesznek mintát a szakemberek azért, hogy kiderüljön, jelenleg fertőzötte a páciens COVID-19-el. A vérvétellel pedig arra kaphatunk választ, hogy volt-e a szervezetünkben koronavírus. Ez a két folyamat, aminek a részvételére kérjük az állampolgárokat. Egyrészt maga vonatkozásába kapja meg ezt a nagyon fontos információt,
Másrészt meg hozzájárul ahhoz, hogy országos szinten egy reprezentatív minta értékelésébe tudjon részt venni, részben saját adataink keresztül, értékeink keresztül hozzájárul, vagy egészséges állapot kialakításához a különféle intézkedéseken keresztül. Ha valakiről kiderül, hogy vírusfertőzött, két napon belül értesítik a szakemberek. Ugyanakkor ahhoz, hogy a mintavétel reprezentatív legyen, és valós képet kaphassanak a tudósok, illetve a járványügyi szakemberek a vírus terjedéséről, legalább 70%-os részvétel szükséges. Egy-egy meghívott állampolgár több száz meghívottat képvisel, vagy több száz mögötte levő állampolgárt képvisel maga mögött, ez tekintve ez a reprezentatív minta, és hordozza az ő értékét. Tehát ha valaki nem vesz részt, akkor ezáltal több száz állampolgár esik ki ebből a vizsgálatból. Tehát mindenképpen az a közös érdekünk, hogy azon legyünk, hogy minél több állampolgár vegyen részt ezen a vizsgálaton. És amúgy megyében ez még a felét se ért el. Továbbra is lehetőség van arra, hogy előre egyeztetett időpontban a szakemberek otthonukban keressék fel azokat, akik nem tudnak bemenni az intézménybe a szűrés elvégzésére. Kiemelten ellenőrzik Tolna megye városainak forgalma zebráit a rendőrök. Az akció célja felhívni a figyelmet arra, hogy Magyarországon évente több mint 2500 gyalogos gázolás történik, aminek nagyjából a harmadánál zebrán ütik el a járókelőket. Szabályosan a biciklit tolva ment át ez a kerékpáros a zebrán. Ez a másik biciklis viszont nem szállt le, ő szabálytalan volt. A rendőrök figyelmeztették is. Csütörtökig ugyanis kiemelten ellenőrzik a zebrákat és azok környékét. Az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság zebra terv elnevezéssel balesetmegelőzési kampányt hirdetett 2020. május 12. és 14. között. Az akció célja a közlekedés legvédtelenebb résztvevőinek, a gyalogosokra felhívni a figyelmet. A rendőrök Tolna megye valamennyi városában kiemelt figyelmet fordítanak a zebrán közlekedőkre. Nem csak gyalogosan, civil autóból, kamerával is figyelik a szabálytalankodókat. Bírságot ugyan most nem szabnak ki senki ellen, felszólítani viszont sokakat kell. Magyarországon évente nagyjából 2500 gyalogos gázolás történik, ezeknek közel a harmada zebrákon. Tolna megyében idén eddig három embert ütöttek el autóval, ketten közülük súlyos sérüléseket szenvedtek. 734 millió forintot nyert Kereki a Fehérkővár a kulturális és történelmi örökségek hasznosítására. Ebből az összegből egy látogatóközpontot és egy szabadtéri színteret is kialakítanak, de több programot is szerveznek a Hősök parkjában. A település a turizmus fellendülését várja a fejlesztéstől, mely 2022-re fejeződik be. Ezt a Kereki szívében található több hektáros területet szeretnék hasznosítani a közeljövőben. Eddig is tartottak itt programokat, rendszerint táboroztatások alkalmával. A fákkal övezett részen hamarosan azonban nagy beruházás kezdődik, mondta Csicsai László, a település polgármestere. Hősök parkjában, tehát a várhoz történő kiinduló pontnál jön létre egy látogatóközpont, vármúzeummal, egy szabadtéri szintér, ahol esetlegesen, illetve rendezvényeket lehet tartani, várjátékokat, mi egymást. Ezen kívül igyekszünk a lehető legtöbb tartalommal ezt az egészet majd betölteni, tehát szabaduló szobától elkezdve, hogy interaktívabb legyen. A Fehérkő várát folyamatosan restaurálják, a romokat évente több ezren látogatják, ezért is szeretnének még több a történelemhez kapcsolódó fejlesztést a településen. A 734 millió forintos topos fejlesztést várhatóan 2022-re fejezik be. Csicsai László azt reméli, a környező települések is profitálnak majd a beruházásból. Úgy szeretném, mint Somogyvárt, hogy egész évben nyitva tartsunk, és bárki akár novemberben vagy januárban jön le a Balatonhoz, akkor is látnivalóval tudjunk neki szolgálni. Ez pedig nem csak a mi, hanem az egész környéknek és az egész Dél-Balatonnak az érdeke. Kereki kerékpárút fejlesztése is nyert pénzt, ez a beruházás jelenleg közbeszerzés alatt van. Ha elkészül a bicikliút, akár Veszprémből is megközelíthető lesz két keréken a somogyi település. Egyre többen kérnek védőoltást a kullancsok által terjesztett betegségek ellen, ezt tapasztalják a gyermekorvosok. A vérszívók, amikből jóval több van, mint 10 éve, nem csak az emberre, hanem a házi állatokra is veszélyesek. Az enyhe tél pedig kedvezett az elszaporodásuknak.
Szokatlanul enyhetelünk volt, ami nem csak a rágcsálók kártevők, hanem a kullancsok elszaporodásához is vezetett. A szakemberek azt mondják, a vérszívókból több van, mint egy évtizede. Ráadásul már nem csak erdőn, mezőn kell rájuk számítani, hanem a kiskertekben, parkokban is. Bincsó Évához, szexeli gyermekorvoshoz is rendszeresen fordulnak tanácsért szülők a kullancsok miatt. Minden második kullancs hordozhat az ember számára veszélyes kórokozót, legismertebb megbetegedés a Lyme-kór és a vírusos agyvelőgyulladás. Ez utóbbi ellen oltással is védekezhetünk. Fontosnak tartom, hogy ezt megkapják akár a gyerekek, akár a felnőttek. Általában úgy van, hogy van egy alapoltás, ami három részből áll. Megkapja nulla időpontban egy hónap múlva és egy év múlva. Persze van ennek egy gyorsított változata is, de ezt nem nagyon javasoljuk, mert azért kell egy idő, mire az ellenanyagok képződnek a vérben, és akkor utána három, majd öt évente kell újraoltani. Tehát ezt folyamatosan frissíteni kell a szervezetet. Ám a kullancs több mint 10 betegséget terjeszt, és ellenük nem véd ez a védőoltás. Jelentette ki Kapiller Zoltán állatorvos, a Magyar Kullanc Szövetség elnöke, aki azt is elmondta, miként lehet a kutyákat, macskákat megvédeni a kullancsok okozta megbetegedések ellen. Ugyanez az igazság a kutyákra nézve is, ott nem a kullancs enkefalitis okoz óriási problémát, hanem a Lyme-kór. A kutyák esetében van Lyme-kór ellen védőoltás, azt tanácsos a négylábú szeretőknek beadatni. A szakember azt tanácsolja, túra vagy épp kertészkedés előtt érdemes lekezelni magunkat és állatainkat kullancsriasztó készítménnyel. A kirándulás során a vad etetőket, vad itatókat kerülni kell, mert ott fokozott a kullancsveszély. Egy-másfél óránként kell átvizsgálni magunkat, hogy van-e kullancs csípésünk. Ha találunk magunkban, a patikákban kapható kullancs eltávolító kanállal érdemes azt eltávolítani. A régió hírei után fontosabb aranyai témáink még egyszer egy-egy mondatban. 100 új munkahelyet hoznak Komlóra, elkezdődött az acélipari cég építkezése. 60 ezer pár kesztyű, 10 ezer maszk, védőfelszerelések érkeztek Pécsre. Ismét látogatható a pécsi Mancs Ranch, új állatokkal is találkozhatnak az érdeklődők. A csapatsportága közül utolsóként a Vízilabda Szövetség döntött, lezárták a bajnokságot. Pénteken napos és felhős időszakok váltakoznak majd, délutántól nyugat felől szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Többfelé élénk erős lehet a szél, 13 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!